tanár vagyok, és nevelésszociológus. Nagyon fontosnak tartom a szakirodalmat, amely az emberről és a társadalomról szól. Azért választottam ilyen könyvet most is, amelynek a címe a Belénk égett múlt. Bagdi Emőke, Koltai Mária, Pál Ferenc és Popper Péter jegyzik ezt a kötetet. Rendkívül érdekes, az elengedésről, a megbocsátásról, az újrakezdésről, a családról szól. A család élő organizmus, amely rendszerként és egységes egészként működik. Bár tagjai egyéniségek, különlegesek és megismételhetetlenül egyediek, de ennek az egésznek a részeiként hordozzák a család a rendszer specifikumait is. Jellemző, hogy a család strukturális rendszer, így határai, alrendszerei vannak, és benne pontosan kijelölt helye mindenkinek. A struktúra a határokra, a szerepekre vonatkozó előírások nemzedékeken keresztül adódnak át, mert a szociális szerepeket is a családban tanuljuk, és az érzelmi kötelékeink is itt alapozódnak meg. Az úgynevezett őskapcsolatok vagy alapkapcsolatok az anyához, az apához és a testvérekhez fűződnek, és ezek szolgálnak majd később minden egyéb érzelmi kapcsolat mintájául. A család gazdálkodó egység, gazdasági közösség, nagyon jelentős, szimbolikusan is az anyagi örökség, amit felmenőik hagynak reánk. A család szellemi és spirituális rendszer, hite, hiedelmei, a léthez és a túlvilághoz való viszonya fontos, gyakran meghatározó az utódokra nézve. A család történeti rendszer. Egy családnak miniatűr világtörténelme van, ahogy Márai írja ezt egy Polgár vallomásai című családregényében. Mi, akik a család miniatűr világtörténetét színezzük, pontosan tudjuk, hogy a családnak van Olümposza és Hádésze. A történetének felidézése pedig nagyon jelentős mélybehúzó vagy magasba emelő örökségünk. A család meghatározó kulturális rendszer. Mindennapi viselkedést, a szokásokat, az ízlést, a mindennapi kultúrát, de a magas kultúrához való viszonyt is itt alapozzuk meg, és aztán azonosulunk, vagy szembeszegülünk ezekkel. Nagyon fontos, hogy a család etikai rendszer, ahol az örökségek, a bizalom, a jogosultságok, a tartozások, a követelések, az adás és a kapás egyensúlyának fontos erkölcsi premisszáit tanuljuk meg, és a kapcsolati igazságosság alapjai itt vésődnek belénk. Miért fontos ennyire részletesen ismernünk a családot, mint rendszert? Miért nem elég csak globálisan gondolnunk rá? Azért, mert amikor a családot csapás, trauma, veszteség éri, a család gyászban van, az a rendszer minden szintjét megérinti, minden szintjén égési sebet hagyhat. Éppen ezért minden szinten figyelni kell a sérülésre, a hiedelmek felülvizsgálatára, a félelmekkel való szembenézésre, a szerepek újraelosztására, a család minden szintjét, a spirituális és kulturális rendszerét, az etikai viszonyokat is újra kell rendezni.